Lánárd-Szent András egy kis abaúji falu, amely híres biokertészetéről, vendégszeretetéről és az idősek iránti tiszteletéről, hiszen a település vezetősége minden évben karácsonyhoz közeledve vendégül látja a helyi szépkorúakat. Ilyenkor ünnepi díszbe borul a Lánárd-Szent Andrási Közösségi Ház, ahol a falu generációi találkoznak. A családias hangulatú összejövetel Üveges Gábor polgármester úr köszöntőjével vette kezdetét, aki beszédében az adventi várakozásról, a lecsendesülésről és a magunkba fordulásról, ezzel együtt a számvetésről beszélt, arról, hogy hogyan próbálunk meg évről évre jobb emberré és a közösség értékes részévé válni. A felemelő bevezető után a kerek születésnapjukat ünneplő vendégeket és a település legidősebb lakóit köszöntötték, majd egy perces néma csenddel adóztak azok előtt, akik az elmúlt egy évben távoztak a Lánárd-Szent Andrási közösségből. A színpadi műsort a helyi óvodások és a tanoda kisdiákjai nyitották meg, akik idén is szívmelengető műsorral készültek a jeles alkalomra, majd az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola tanulóinak szakszofon előadása és néptánc bemutatója csalt mosolyt a nagymamák és nagypapák arcára. Manapság már hallani olyat, emberekről készül másolat, ezt talán én is megvárhatom. Segíts át a 96-on! Ha még hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal rende vagyok. Elég lesztem még egy évig, kihúzhatom a 97-ig. Hála neked, nagy a családunk, még pár dédunokát is várunk. Láthatnám őket. Ugye azt mondtad, ha megadod a 98-at? Sok évet kaptam, nem egy-kettőt. Megköszönöm a sok esztendőt. És még kérem, talán el se hiszed a 99-et. Még egy év, és akkor azt mondhatják rólam a népek. Az, ez aztán szép kort megélt, hiszen tegnap előtt volt 100 éves. Uram, az életet te adod. Úgy veszed el, mint akarod. Nem is zavarlak többet téged. Nem vedd komolyan, amit kérek. Csak beszélgetni akartam véled. Ami nagyon fontos itt adventben, és talán elcsépeltnek is tűnik, hogy ha ilyenkor hozzuk ezt folyamatosan elő, de tényleg abban az időszakában vagyunk az évnek, amikor úgy minden elcsendesedik körülöttünk. És mindenki egyfajta számvetést is készít, és elgondolkodik azon, hogy hogyan tovább, de talán ennek az időszaknak a legfőbb jellemvonása az az, hogy elkezdünk egy kicsit talán, aki sokat élt akár kifelé, befelé figyelni egyre többet. És elcsendesedve azon is gondolkodni, hogy tényleg minek is van igazán értéke és értelme a rohanó hétköznapokban. Advent erről is szól. Rákészíteni magunkat valamire, egy kicsit talán kitakarítani is magunkból olyat, aminek nem feltétlen volt vagy van helye, és egy kicsit úgy ráközeledni, akár a karácsonyra, de talán a következő esztendőre is, hogy mi az, amit magunk mögött kell véglegyhagyni, aminek tényleg nincs helye ott belül, egyfajta megtisztulási folyamat is ez. És jó ez, hogyha ki hogy látja a világot, attól teljesen függetlenül ez mindannyiunkban végbe megy, és kívülről is látjuk önmagunkat, és tényleg igyekszünk talán elcsépelt ez is jobb emberré válni. Advent erről is kell, hogy szóljon, és ebben az időszakban vagyunk. Az ebédet megelőzően Kardos Imre nagy tiszteletű úr mondott asztali áldást, az ünnepi lakomát követően pedig baráti beszélgetésre marasztalták a jelenlévőket. Az Úristen áldja, szentelje meg mind adventben, mind karácsonykor, de életünk minden percébe a Szent Andrásia elsősorban szépkorúát, hogy mi fiatalabbak, mikik csak lépünk egy-egy évvel közelebb ehhez, még sokat tudjunk hálát adni az életükért, no meg sokat tanuljunk.